zet het er een soort in, denk ik. Nooit pijn te klaar. Voor je in de kazerne wil dat nog kuzet en de lange kuzet nooit pijn te klaar. Mij de rug van het dien kennen. De hoe je als edelste gezwang kuzet. Mij de rug van het dien kennen. Ik heb lang kuzet als edelste kuzet. Ook voor hem het iedereen nooit pijn te klaar schermen. Oh, behaal ze op in de. Is op teamen en ik was er wel dat nog. Ella Landhoorje is dat bijhaalloos op het team met is de hoe je met een keurig de vernetste mens. Net hoe je haalde. Of net vunbaar op netten haalde. Tegen. We zijn wel jonker net en neemt het om hoe je rugzietje wat scherm let op rugzietje op de rugzietje geschikker wil omdat voor de keurig niet. Kiveren wat belder is dat niet tot en waar wij ook zijn. Marionet waarom, maar kiveren is dat niet tot. We gaan zo naar, maar hoe dan futuren niet. Tegen. Niet zien we ook. Önálló vagyok, vagy sem. Letartjuk. Vagy ki távol előttünk a világ, ez teljesen egyértelmű. Hogy mi ebben a világban milyen porszem vagyunk, alig hanem az is egyértelmű. Hogy ebben a világban mi mennyire beképzeltek vagyunk, hogy azt hiszük, hogy milyen a világ, az is egészen egyértelmű. De mire vagyunk beképzeltek, érdemes eltűnődni rajta. Behálózott ember eszközeink vannak, hogyan használjuk az eszközöket, mire használjuk. Ez a repülőgép is tulajdonképpen eszköz. Ezekben a napokban túlságosan sokat is beszélnek, ugye egy repülő katasztrófáról. Mire használjuk? Hogyan használjuk? A felhasználónak mindenképpen felelőssége van. Ki vagyunk szolgáltatva? Igen, ki vagyunk szolgáltatva. Ha beszállok egy repülőbe, attól a pillanattól kezdve, hogy becsukódott az ajtó, történik, ami történik. Többször voltam, hála Isten, a Szentföldön, jó néhányszor ültem repülőgépen, azt sem tagadom, hogy voltam olyan szituációban is, hogy féltem, ez Amerikában volt, Boston és Pittsburgh között kerültünk valamiféle légörvénybe, nem tudom speciálisan megmondani, hogy mibe, de úgy zuhantunk és recseget kapogott minden, de aztán tovább repültünk és teljesen békében földet értünk. Amikor az ember felszállt Ferihegyen és ezzel a Tel Avivban néhány óra eltelik, minél többször megy, annál rövidebb az út érdekes módon. Először nem akar véget érni. Meg szokták kérdezni, hogy nem veszélyes, nem fél. Nem. És egy ilyen izraeli út nem veszélyes. Azt szoktam mondani, az egész izraeli útban legveszélyesebb, Tihanyból autóval fölmenni a repülőtérig, illetve visszajönni a repülőtérről Tihanyba. Ez a legveszélyesebb tapasza az egésznek. Lehet, hogy némi túlzás van benne, de valójában így van. Hány autó fut össze pár hét, nem is pár hét, 10 nappal ezelőtt mentem Miskolcra, és éppen a Ferihegyi repülőtéri elágazónál az M0-áson szinte az orra előtt futott egymásba 3 autó, aztán én a mi belső sorunk ment tovább, utána 200 méterrel bedugultunk,
mert két kamion futott ott össze. Hát a repülők pedig békében szálltak föl és lett. Ki vagyunk szolgáltatva, ez igaz, az eszközeinknek. Az eszközök azok fejlődnek. Egészen más tempóval megy ugye egy hőlégballon, és más tempóval megy egy szuperszonikus repülőgép, bár elárulom titkon, egyik titkos vágyam, nem csak az, hogy lejussak hajóval az Al-Dunára, a másik vágyam az, hogy hőlégballonról láthassam a Balatont. Igen, így van. Nem a vízet akarom megtapasztalni a hőlégballonból, hanem érdekes volna, mert repülőről fantasztikus. Láttam én a Budapest-római járatról is, hallottam a térképet, láttam helikopterről is a félszigetet, az egészet, de egészen más, mikor szépen lassan, méltóság teljesen megy. Ez a hőlégballon, és én pedig fényképezeket állom. Egy állom. Információ, ezt tudjuk nagyon jól. Ugye a média felelősségéről mennyit beszélnek, külön előadást lehetne tartani róla. Ottan a hagyományos sajtó egyre ritkábban veszem a kezembe, megmondom őszintén. Még a helyi lapot is, a regionális napi lapot is, ami nélkül reggeli szinte nincs is, nem tudok reggelizni. Ha nem nézem meg a horoszkópot, és van még egy másik, ne botránkozzon senki, meg fogtam nézni a Naplánya című rovatot, nem a fénykép miatt, hanem hogy mivel foglalkozik, és meg fogom csinálni egyszer, egy hónapi anyagot összegyűjtök, és rendszerezem, hogy mivel szeretnék ezek foglalkozni. És hallatlanul izgalmas értékrend fog kialakulni, szeret foglalkozni a kutyájával, műköröm építéssel, modellkedéssel, alig van, aki például családdal vagy. Szóval érdemes volna ezt megcsinálni, és meg fogom csinálni, vagy megcsináltatom. De a nyomtató sajtó helyett is sokkal inkább reggel rákattintok a veol.hu-ra, és megnézem, hogy ott mi van, és hogyha látom, hogy például Tihanyról is írtak valamit, az gyorsan kimásolom, és értelmennyiben magamban köszönetet mondok, esetleg még interneten is egy levélben köszönetet mondok az írójának, elő szokott fordulni, sajnos nem mindig. Még a világban részben nyomtatott, egészen máshogy nyomtatott, mint az elektronikus. Érdekes, az elektronikus sajtó, ugye a televízió, micsoda szenzáció volt az én diákkoromban, az diákkoromban nem volt, hanem nem volt. Otthon, Kapuváron volt nekünk, nem ám a munkási az nagy képernyő. Nem tudom, hogy hívták azt a kicsit, de tudtuk fogni vele valamilyen formában. Kékes. Nem, kékes, a kékes is volt, nem volt. Mindegy. Ezen most nem tudunk, hanem egyszerűen leszögeztük, hogy az elektronikus sajtó akkor jelent meg, de akkor még nem volt olyan ereje, mint amilyen manapság van. Akkoriban még a moziban, a filmek előtt ott volt a híradó, talán emlékszünk rá, és a híradónak a bevezető zenéje milyen fontos volt, hogy hamar hozzájussunk az információhoz, hát ez a hamar, ez heteket jelentett, hozzájutottunk. Televízió, aztán jött a számítógépnek a világa. Itt is most benne vagyunk, hogy a számítógép világában a kedves vendégek most éppen a számítógép valamiféle vívmányával találkozhatnak,
klasszik mondhatnám, hogy ez bennutató előadás, mert ez a legelső előadás, hogy ilyen képernyőn lehet látni azt, amit eddig úgy vetítettünk. Digitális adathordozó. Hát hogy hogyan fér rá több könyv erre a nem is tudom én miért. Közbe kiabálást nem kértem, egyszerűen csak tűnődöm, hogy nem is tudom, továbbra is, nem is tudom, hogy miért. A nevét tudom. De hogyha nekem eltetszik magyarázni, hogy hogyan fér rá, tessék idejönni, és akkor én mondok még több nevet is a fedrevő mellett, de tessék elmagyarázni, világosan, úgy, hogy megértsen, hogy felfogjon, hogy ezen a működött, hogyan van rajta több könyv. Azt még úgy, hogy talán el tudom képzelni, hogy a bötveket összerakják, de hogy az én képeim felfoghatatlan számomra. Digitális adatfordulók. Pintér Andrus atyám bizonyára többen ismerik. Azt is tudják, hogy szívesen fényképezek. Valamikor a 80-as évek második felében mondta nekem, hogy ide figyelj, ezt a fényképezőgépet egy-két éven belül eldobhatod. Na, én nem fogom eldobni, de eldobni. Mert eldobhatod, mert jön majd a digitális. Jöhet én nekem a digitális. A digitálisról eszembe jutott valamiféle növény, vagy valamilyen orvosság, de hogy majd jön a digitális fényképezőgép. Itt voltam már Tihanyban, amikor egy svájci úriember egy ekkora nagy darab, nem tudom én mivel, így járkált, és kivett belőle egy olyan flopit, amit manapság már nem használunk. Van nekem is jó néhány anyagom ilyen flopin, de már lejátszani nem tudom. Szerencsére átjátszottam. Olyan fantasztikus fejlődés sem megy át ez a technika. Én nem tudok lépést tartani benne, de el szoktam mondani, amikor több mint 20 évvel ezelőtt, 90-es évek leges legelején, elkezdtem számítógépen írni, szövegszerkesztőt használni, akkor a Művelődés és Közoktatási Minisztériumban voltam, hétvégén Pannonhalmán egy körülbelül 8 kilós kis laptopot cipeltem, és a gyerekek megkérdezték tőlem, hogy atya, ezt mit diákkorában miért nem tanultam meg? Hogy én diákkoromban miért nem tanultam meg a számítógép használatot az 50-es évek végén? Nem volt még elektromos írógép sem, ez amíg itt az nemhogy elektronikus, vannak akik emlékeznek a robotronokra, a kelet-németre, aztán jött nyugat-német, fantasztikus volt, amikor talán 200 karaktert is tudott a memóriája rögzíteni, 200-at. Nagyszerű volt, amikor a karácsonyi lapjaimat, üdvözlő lapjaimat úgy írtam meg, hogy elővettem azt a sok lapot, betettem a gépbe, és egy gombnyomás, és kész volt, megírta a csoda. És azóta most ilyet próbálnék csinálni, országvilág rajtam röhögne. Mert most mit csinálok? Jön az e-mailen a karácsonyi nem húsvéti üdvözlet, de a karácsonyi üdvözletet csinálom, megvan az előre gyártott üdvözlet, válasz, csatolás, esetleg fél sor hozzá, vagy szeretettel, vagy barátsággal viszonzom, és egy kattintás, és már is elment a levél. Digitális adatfordulók, számítógép, televízió, információ, özön. Gutenberg galaxis. Hogy ki a Gutenberg, azt már nem tudja senki,
azért hála Isten még vannak, akik tudják. Elárulom, hogy még én is tudom. És mindig nagy tisztelettel nézek azokra, akik, ha megérkezik egy új könyv, először kinyitják és beleszalulnak. Mert a könyvnek valamilyen élete van. Na, de menjünk tovább, itt le lehetne ragadni és el lehetne kóborolni ebben a témában. Tele vagyunk külön világokkal, és ezek a világok a világ felgyorzása. Ha nem tudatosítjuk a biológiai korlátjainkat, képtelenek vagyunk boldogulni a digitális információ özönnel. Tudatosítani kell a kívülről érkező hatásokat, és figyelnünk kell a személyiségükre. El nem tudtam volna képzelni, hogy lehetséges elektronikus leveleket nem megválaszolni. Jelenleg a számítógépemen körülbelül 250 olyan tétel van, amivel valamilyen módon foglalkoznom kellene. Meg kellene néznem, hogy törölhetem, vagy nem törölhetem, vagy hosszabb választ kellene írnom rá, vagy sem. Tessék elképzelni ezt a 200 valahányat ilyen papír levélben. Egyrészt nem jött volna ennyi levél, valószínű, már lehet, hogy jött volna. Nem tudok boldogulni vele. Képtelen vagyok befogadni, képtelen vagyok elolvasni. Vannak nagyon kedves nyugdíjasok, akik mindenféle pöpös bemutatókat. Ez a kép, hang, szöveg küldözgetnek címcsoportokra. Megnézem a feladót, kettő volt nincs. Mert hogy ezeket én mind megnézném. Naponta kapott mondjuk 5-öt, mindegyik megnézése legalább 8 perc, 5x8 az 40, ez egyenlő 1 óra. Tehát 1 órát nem tudok ráfordítani arra, hogy nem kért, bármennyire is szép legyen, nem kért anyaggal foglalkozom. Lehetetlenség. Biológiai korlátaim vannak, legalábbis nekem. És ha őszintén vagyunk, alig van másoknak is. És egy idő után az ember betelik. Láttam kirándulókat, láttam zarándokokat, egyik helyről megyünk a másikra, nézzük, jaj, de érdekes, nézem a következőt, még érdekesebb, nézem a következőt, fantasztikus, nézem a rá következőt, már nem látom, jön az ötödik, menjünk már tovább, egyszerűen beteltem a kapacitásom. Korlátozott kapacitás. Tároló hely nincs benne. A befogadó képességem korlátozott. És tudatosítanom kell, hogy kívülről hatnak ránk, sokan úgy, hogy nem akarjuk. Ez még a barátságosabb dolog, hogy ismerős, barát, nyugdíjas, kedves, ismerős elkülönget ezt, azt. De mi van akkor, ha például én kíváncsi vagyok arra, hogy mi is az én konfekció méretem, mert szeretnék venni egy nadrágot, de nem tudom, hogy az európai, vagy a magyar, vagy az USA méret hogyan viszonyul egymáshoz. Vajon Olaszországban, Németországban, Magyarországban ugyanaz van-e, vagy éppen amerikai méretben számítják. Megkerestem az összehasonlító táblázatot az interneten, mert minden meg lehet találni. Bennünket is egyébként, kihanyt, ajánlom, hogy tessék keresni.
mindent meg lehet találni. Ettől kezdve két héten keresztül a legkülönfélebb farmer nadrágok ajánlatok. De ez még nagyon jó, mert hogyha véletlenül ugye női ruha méretet kerestem volna, kaptam volna a legújabb divatot. Kéretlenül, megállás nélkül, bizonyára volt már többeknek ilyen tapasztalása. Ránk zúdítják kívülről, és akkor hol vagyok én? Vajon tudok-e önállóan gondolkodni, vagy mindenképpen azt kell nekem gondolni, amit velem gondoltatnak? Engedtessék meg, hogy megválogassam, hogy ki legyen az én tanítómesterem. Régen, boldog békeidőkben, még amikor a görög bölcsek peripatetikus módszerrel adták át a tudást, vagyis sétálgattak föl és alá járva, kérdezfelelek módszerrel, akkor a tanítvány megválasztotta, hogy ki mellé csatlakozik. Most pedig válogatás nélkül szúdítják ránk a hülyeséget. Tessék megnézni, újra és újra feltűnnek az interneten, egészen furcsaságot tiltakozunk, mert ilyen keresztény ellenes, olyan keresztény ellenes, ami tulajdonképpen nem is létezik. Éppen a tegnapi valamelyik internetes portálon, ugye a portálnak nevezzük, de az én időmben a portál az ott, amit így lehúznak, felhúznak. Nos, valamelyik internetes portálon beszámoltak arról, hogy kíváncsiak a kommentelőkre. Április 1-én a, nem tudom, az Indexen vagy az Oregon fordult elő, hogy intelligencia vizsgálatot végeztek az akadémiának, nem is tudom milyen kutatói, és összehasonlították az intelligencia vizsgálat során a fővárosiakat és a vidékieket és a debreceniaket. És erre megindult a komment elés, komment áradat, és ki derül belőle, hogy a legtöbb kommentelő el sem olvasta, hogy mihez ért hozzá, és hogy világos, mert Budapesten vannak a politikusok. A budapestiek intelligencia hányadosa lényegesen alacsonyabb, mint a vidékieké, mert a vidékiek azok természetes életet élnek, és így tovább, és így tovább. Az egész, ahogy manapság mondani szokták, kamu, április 1-jei tréfakot, és bedőlt neki sok ezer ember. És még akkor is, mikor már erről írt ez a bizonyos portál, hogy embereket kamu, még mindig ment a kommentelés ahhoz a szöveghez, aminek csak a címét olvasták el, és sokan voltak, akik felháborodtak, hogy igen, ilyen ez a hírportál, még rendesen lesz, hogy ugye kérdez, hogy intelligencia. Szándékos, hogy intelligenciát írtak. No, tudatosítanunk kell a kívülről érkező hatásokat. Honnan jön, mi jön, miért jön, de nem tudatosítjuk, hanem hagyjuk, hogy az orrunknál fogva vezessenek minket. Óriási a feladata az iskolának, hogy megtanítsa a gyerekeket például jó időben számítógépet használni. Mert hát én nem tudom miért. Jártam én is óvodába, de hazataláltam, amíg nem volt okos telefon. Manapság okos telefon nélkül
nagycsoport a fogadás elképzelhetetlen. Teszem föl a kérdést nagy tisztelettel. Emberek, ez olyan rettenetesen szükséges már kis korban, hogy innen kapjon információt, és ne tudja megkülönböztetni a kacsát, meg a libát, meg a hattyút. Elmondtam itt ebben a teremben, valamilyen előadásban, középiskolás csoport volt itt, és megkérdezték tőlem, hogy a hattyús képet is az atya csinálta? Na melyik hattyús képet? Nem csináltam semmi hattyús képet, de itt van a házban a hattyús kép, ott a bejáratnál. Nézzük meg, menjünk le. Lementünk, ezt. Majd tessék megnézni a portával a kicsit átelemmel szembe, középen. Ott van egy régi fotó, a belső fogról, és a tópartján libák. És ez a fiú nem látott még életében libát. Elárulta. De ilyen szerkezeten már járt a világ ki tudja hány részében, és ki tudja mi minden okosságot vagy szörnyűséget van. De nem találkozott közvetlenül ezzel a világgal. Figyelnünk kell a személyiségünkre, hogy egyáltalán mi formál bennünket. Egy ilyen szerkezettel, vagy még egy ilyen, ami itt fog billegetni, vagy egy nagyobbal, amivel ha oda megyek, lehet, hogy most is lehet rajzolni rajta, de most nem rajzolok inkább rám. Ilyenre lehet mérges az ember, és egyik barátom szokta mondani, egy nagyon higga, tisztes, öt fiú gyermekes családapa, hogy atya, úgy hallottam, hogy az amerikai számítógép felhasználók több mint 60%-a már tetlegesen bántalmazta a számítógépet. El tudom képzelni, mert nem azt csinálta a számítógép, amit akart. De hogy a számítógép nem mondja neki, vagy nem mosolyog rá, hiába jön mondjuk az e-mailbe egy ilyen, vagy egy ilyen, jön, de az, amit úgy hívunk, hogy metakommunikáció, az a számítógépen nem érezhető. Ha valaki ért az előadás esetleg majd akár kábel tévén, akár DVD-n látja, látni fogja, de ezt a hangulatot nem fogja tudni megkapni, mert nem érzi azt, hogy hűvös van, nem érzi azt, hogy honnan jöttünk éppen, hogy mögöttünk van, az előző órában nem voltunk a templomban. Sok minden olyan információ van bennünk, ami a lecsupaszított információk világában nincsen meg. Igen, tömeg emberek vagyunk. Vezényelni lehet nekünk. Jobbra látott, balra látott lehet. A bennünket élő hatások ezek kétfélék. Vagy segítenek, inspirálnak, pozitív hatások, vagy negatívak, gátolnak, és azt mondanám erre, hogy manipuláló. Mindenki, aki a másik emberrel kapcsolatba lép, valamilyen módon hatással van a másik emberre. Vagy tudatosan, vagy nem tudatosan. De sokszor tudatosan. Amikor én bemegyek tanárként egy osztályterembe, akkor tudatosan akarok hatni a gyerekekre. Amikor én vállalom az igehirdető szolgálatot, akkor én tudatosan akarok azzal a beszéddel hatni azokra, akik egybegyűltek, azzal a céllal, hogy ez hallgassam. De fontos, azzal a céllal jöttek össze, hogy ezt hallgassák. És én
Azzal a céllal mentem oda, hogy ő nekik mondjam. Tehát, vagy inspirálnak a hatások, vagy manipulálnak. A reklámok világa általában nem az értelemre hat. Teljesen egyértelmű, ugye, hogy az embernek van nemi irányultsága. És a nőiséget a reklámok világa nagyon erőteljesen felhasználja, és ezzel szinte mindent el lehet adni. A reklámok világa nem a gondolkodó, a racionális énünk, hanem az érzéseink vannak a célpontban. Az érzéseink és az ösztöneink. Mennyi mindent nem vennénk meg, ha nem önkiszolgáló, majdnem éttermet mondtam, de ugye, ott is ugyanaz a helyzet, önkiszolgáló boltba mennénk be. Tessék megnézni, az önkiszolgálóknak van általában egy turkaúja. És oda bemen kotorász, szinte minden oda menő, és talál valamit, amit éppen nem keresett, de talált. És éppen ilyen olcsón ezt most nem kaptam meg, de megveszem, de nem kell. De olcsó, és megvettem. Gondolkodtam? Nem. Megláttam, megkívántam. Meglátni és megszeretni pillanat műve volt, ugye szokták mondani a szerelemre, és ugyanez van a kereskedelmi világában is, hogyha megfelelő módon tálalják. Ott vagyok én, akit befolyásolnak, akit manipulálnak, akit valamilyen módon behálóznak, befognak. Az ember nem tudatos világa jelenti a befolyásolásnak a biológiai alapját. A környező világot azt érzékeljük, vannak elképzeléseink, érzelmeink, emlékképeink. Ott van körülöttem valami, és nem gondolkodok, hanem érzek. És nagyon jó, hogyha tudok érezni. És nagyon fontos volna, hogyha a gyerekeket úgy tudnák nevelni, hogy valóban érezzenek is. A képernyő elé ültet egy gyerek, vagy a számítógéphez láncolódott gyerek sokkal kevésbé tud érezni. De ösztönei ugyanúgy vannak, és még jobban befolyásolható. Tömeg, ember, vagy egyéniség. Az egyént nehezebb befolyásolni. Az egyéniséget nagyon nehéz befolyásolni. Ha igenis tudom, hogy ki a befolyásolás közösségi folyamat, társadalmi folyamat, egyéniség. Tudom nagyon jól, hogy az embernek az akarata az még talán a halál után is megvan. Láttam valahol, bocsánat, hogy ilyenről beszélek, idős házas pár, hogy nem az üleimről van szó, akár róluk is lehetne. Papa, menj ki! Válasz. Neked kell, vagy nekem kell? Papa, menj ki! Megmondtam, hogy nem neked kell, hanem neked. És nem menj ki. És be, ki menj. Én ezt ugye megmondtam.
egyéniség, ugye? Nem befolyásolható. Megmarad. Keményen. Esetleg saját kárára. De ez nagyon jó bizonyíték arra, hogy a tömegember az valóban úgy táncol, ahogyan tükörnek. Az egyén az már gondolható, az egyén sokkal kevésbé, az egyéniség sokkal kevésbé vezényelhető. Az ember ugye eltűnődik, elgondolkodik. A legtöbb cselekvésünk nem tudatos. A mindennapokat csak a nem tudatos cselekvések sorozatával vagyunk képesek megélni, és a ki és lemerült lelki állapotú ember kiszolgáltatott. Most a világ másik végéről indulok el, egy kimerült lelki állapotú társadalomban élünk. Egy lestrapált társadalomban élünk, ahol az ember egyre inkább kiszolgáltatott. A legtöbb cselekvésünk nem tudatos. Egyébként ez a szerencsénk. Mert hogyha miután szól az ébresztő óra, ott azért tudatosítanom kell, hogy most nekem föl kell kelni. Előfordul az, hogy rányomok az ébresztő órára, és tudattalanul alszom. Nem mint a tej allergiás vagyok, de alszom. Hogyha azt mondanám, hogy na most akkor tessék meggondolni, én visszintben vagyok, én nekem fordulnom kell, ahhoz, hogy fel tudjak állni, a lábamat kell először az ágyból kitenni, és akkor fordítsak egyet a térdemmel. Mennyi minden cselekvés van, ami megtörténik, de nem tudatosítom. Aztán ugye menjek a fürdőszobába, és akkor én most előveszem a fogkrémet, és hogyha megnyomom, akkor jön ki belőle, ugye? Ez tudat. Egyébként ez így van. De nem tudatosítom, hanem megnyomom és kijön. Legfeljebb akkor tudatosul, amikor már nincsen benne, kiadom magam, akkor már megint elfelejtettem fogkrémet venni. Ez a legtöbb cselekvésünk nem tudatos. A mindennapokat csak a nem tudatos cselekvések sorozatával vagyunk képesek megélni. Rutin. Rutinból megy minden. Rutinból. Talán vannak, akik tudják, hogy szüleimnek részülöttem volt egy kis házam, hát ezt gyerekek örökölték, és át szoktam menni részülöttre, meglátogatni őket, és hajnalban pedig elmegyek horgászni. Ahogy a máskor is, beültem az autóba, pecsapok hátul, megyek ki a zsákutcából, egyszer csak azt veszem észre, egy óriási nagy csörgés, zörgés, és egy ember a motorház tetején. Hát jön a Jani postás, aki befordult a zsákutcába, és ő miért tartalkozott, ilyenkor nem szokott autója. Ilyenkor nem szokott autójönni. Nem nézett se előre, se hátra, befordult, mint máskor, rutinból, szóféletlenül szokott autójönni. A mindennapokat csak a nem tudatos cselekvések sorozatával vagyunk képesek megélni, ugyanakkor azért vannak dolgok, amiket tudatosítani kell. Amikor beülök az autóba, persze nem szabad mindent tudatosan, hanem rutinszerűen kell
de rutinszerűen figyelni kell. És szükség van arra bizonyos osztott figyelemre. Atanáz atya bizonyára hallottak róla, más történetben elmondtam, hogy amikor megtanult autót vezetni, bocsánat, nem tanult meg autót. Amikor megkapta a jogosítványt, akkor a Győr új baráti elágazónál a pápa győri útra ráfordult, jobbra nagy ízbe. És jött szembe a teherautó. Hát nem nehéz elképzelni, mi történt. És a bírósági ügylet belőle is, hát az más kérdés, hogy a teherautó ahhoz a TSZ-hez tartozott, aminek a TSZ elnöke az ő tanítványa volt. A mentő, amelyik bevitte, olyan orvossal jött, aki az ő tanítványa volt. És aki az ügyet tárgyalta a bíróságon, természetesen a bíró is az ő tanítványa volt. Mondja, hogy tanár úr, jobbra kísérve fordulunk, mire választ, egyszerre nem lehet mindenre figyelni. Egyszerre nem lehet mindenre figyelni. Kell. A jelenlévő között alig, hanem tanult is vannak rá. A kimerült ember kiszolgáltatotta, sokkal kevésbé tud figyelni a külső behatásokra. A technikai fejlődés kiszolgáltatottá tehet, és lehetőségeket is nyújthat. Persze, ilyen, megkapom a jogosítványt, beülök az autóba, megkapom a repülővezető igazolványt, nem kapom meg. Kivénhettem belőle, nem érdekes lett volna a repülőgépet vezetni, de ez a hajó elment. Nem biztos, hogy a léghajó is elment. De ez a hajó, ez elment. Új lehetőségeket nyújt, a számítógép világa is új lehetőséget nyújt. Új lehetőséget nyújt a mobiltelefon. Persze. Ajha. Googlizd meg. Mi csináljak? Na, akkor majd meggooglizom. Valamit nem találok, akkor odaülök a számítógéphez, és gyorsan beírom a keresőbe. És akkor pillanatokon belül megtalálom. Általában nálunk a titkárságon reggel van egy megbeszélés, ott megiszunk egy teát, nagyon fontos a közvetlen munkatársakkal a napindítás, és elő szokott fordulni, hogy versek előkerülnek, és akkor mondok egy verset, mire föl az egyik munkatársunk, az Oli fölpatta, hát ez nem így van, van dehogyis nem. Elmegy a másik szobába, beírja a verset, és akkor nagy nevetve jön, atya itt tévedett. Kimaradt egy A, vagy egy És. Ilyenkor azt szoktam mondani, csak azt kívánom mindenkinek, hogy annyi verset tudjon olyan rosszul, mint egy. Szóval bárhová eljuthatok, pillanatokon belül, eszköz és az ember eszköz alkotó lény, és az eszköz visszahat arra, aki használja. Hadd ne bonyolodjak bele ebbe, tűnődjünk csak egy picit el rajta. Ez egy régi, szép óra. Ez nem jár halkan, ez egy szörnyűséges, ketyegő óra, nem is beszélve a csörgéséről. Dédapámtól maradt ránk, emlékszem még gyerekkoromban egy esetre, édesapám is ezt használta, a éjjel szekényen otthon, és olyan hangosan szólt, hogy és nem tudta elnyomni, míg bevágta a paplan alá. Mellette volt egy pohár víz, egyik alkalommal véletlenül a pohár vízet fogta meg, és a család nagy örömére. Miért is van itt az óra?
az a szerkezet, amelyik tulajdonképpen a manipuláció forrása. Nézzük csak meg! A modern ipari korszak meghatározó eszköze. Az óra kiszakította az embert a természetből. Az órák, percek, másodpercek, mint mértékegység befolyásolják az ember gondolkodását, és befolyásolják az ember tevékenységét. Az ember, mondjuk úgy, korba lett és visszatér a korba. Ez így nagyon jamborul hangzik. Akkor mondjuk úgy, hogy része ennek a világnak, ennek a teremtett világnak. Az órák, percek, másodpercek, mint mértékesség befolyásolják az ember gondolkodását és tevékenységét. Ez a toronyban még mindig fennlévő óra maradék. Eddig a napkelte és a napnyugta befolyásolta az életünket. Most igazodunk az órához. Szentben ennek regulájában van néhány nagyon jelentéktelenek, de mégis nagyon fontos megjegyzés. Mindent úgy intézenek, hogy még napvilágban lehessen ez intézni. Aztán, amikor a zsolozsma rendjéről van szó, akkor azt mondja, hogy a télidőben, amikor hosszabbak az éjszakák, hosszabb olvasmányokat vegyenek, nyári időben, amikor rövidebbek, akkor legyenek rövidebbek. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy ne szakítsam ki magamat a kozmosznak a rendjéből, a teremtett világnak a rendjéből. Igaz, hogy sok minden befolyásol ebben a teremtett világban bennünket, például a holdfázisok, teli hold. Nagyon sokan vannak, akik érzékenyek a teli holdra. De mégis az óra egy mesterséges eszköz, pontosabban eszköz, ami azt eredményezi, hogy kiszakadunk a világ természetes rendjéből. Eltávolít a természettől és eltávolít önmagamtól. Nem tudom, hogy mennyien voltak, akik ezt a mostani óra átállítást megérezték. Eddig általában nem szoktam megérezni, nem tudom miért, a mostani óra átállítás, ez egészen kedvetlen volt számomra. Na, egy mesterséges eszközhöz kell igazodnom, az eddig a természethez igazodó ember függővé teszi egy eszköztől. Nem pedig a lenyomuló nap határozza meg az életemet. Elgépiesedem, az ember tevékenységét befolyásolja az idő, az eszközök, elgépiesedünk, ránézünk az órára. Rettentő módon szokott zavarni engem, amikor például istentisztelet közben valaki nézi az órát. Nem arra jött, hogy annyira fontos, annyira vagy, amikor képtelen kikapcsolni a mobiltelefonját istentisztelet alatt. Hát annyira fontos. Ha csak nem szolgálatban lévő orvos vagy tűzoltó, akkor kapcsolja ki, vagy állítsa rezgőre. De hát nem tudunk saját magunk választani, hogy mit is akarunk, hanem hagyom, hogy valaki kívülről beleszóljon most az én életembe, hogy én mit csinálok. Gondolkodjunk már egy picit. Ne hagyjuk elsodorni magunkat, de hagyjuk, sőt, a gyerekeket rászoktatjuk. Úgy szocializáljuk,
hogy ahogyan a mobiltelefon fütyül, ő úgy ugrik. Hát, hogy mi mindenre képes a technika, azt én felfogni már nem fogom, nem leszek képes, de sok mindenre. Ugye föltettem a kérdést, hogy ez mi, hogy nem tudom felfogni. Kaptam rá választ, amit én is tudtam, hogy pendrive-on hívják, de hogy pontosan benne mi van, hogyan van, sajnos, hanem még bonyolultabb, mint amit itt látunk. A számítógép, tudjuk micsoda, információ feldolgozó, adatok, programok tárolására alkalmas. Egyrészt szükséges, hogy legyen valami eszköz, és kell, hogy legyen valami program, ami működteti. De hát ez megint más téma. Az, hogy mi a hardware, mi a software, az maradjon benne az előadásban, de nem akarom mutatni vele a kedves hallgatókat most. Igen, a számítógép. Ez olyan, a hardware egészen más egy Mercedes és egészen más egy Trabant. Mind a kettő ugyanarra való. A számítógépet az ember felhasználhatja, és a számítógép magától nem lép kapcsolatba az emberrel. Nincsenek érzések. Kártyázhatok vele. De egészen más a kártyapartnerre rávordítani az asztalt, és egészen más beleverni egy kalapáccsal a képernyőbe. Utána nézhetem, hogy mit csináltam. Hogyha rávordítottam az asztalt a kártyapartnerre, akkor visszaverődnek, és azt mondják, hogy na, elmentem le. De hogyha én fölfelelvágom a telefonot, ami már előfordult, akkor nézhetem. Aztán vehetem. De nem emberi kapcsolat. A számítógépen megjelenő világ az nem azonos a valóságos világgal, ez egy szimulált világ. És kapcsolatban vagyunk. Kapcsolat, háló. Behálózott ember erről beszélünk tulajdonképpen, és ide akarunk eljutni. Az internet az egész világot körülvevő számítógépes hálózat. Egy hatalmas rendszer, amely kisebb számítógép hálózatokat fog össze. Ennek eredménye egyfajta kibertér, amely a valódi világ mellett alternatív teret biztosít. Érdemes volna ezen szépen lassan végigmenni, végiggondolni. Na de, hogy ez hogy befolyásol engem. Tulajdonképpen itt a lényeg. És ez a mi mostani témánk. Szokták mondani, ugye, hogy a sajtó tematizálja a gondolkodást és a közbeszédet. Egy szalagcím, úgyhogy első olvasom, hogy mi van utána, beindítja az emberek fantáziáját, és arról beszélnek. Szükséges, hogy én arról beszéljek mindenképpen, amit a másik akar. Vajon mikor hagyom, hogy bennem megszólaljon valami, és én arról beszéljek másnak, ami az én igazi, belső, személyes élményem. Össze vagyunk kötve. Sokszor egészen áttekinthetetlenül. Kapcsolatok hálózat, ez nagyon fontos tudásbankokkal, néha még igazi bankokkal is, ugye, hol bankhoz, barátokkal, családdal, munkatársakkal, jaj, ugye a Facebook, és akkor fölteszek, posztolok. Képet, olyat, amit egyébként meg nem mutatni másnak. De azt hiszem, hogy most csak annak a barátomnak mutattam meg, aki aztán megmutatja másnak, és nincs már titok ezen a világon.
ismerősökkel és ismeretlenekkel. Azt hiszük, hogy csak ketten megyünk, vagy egyedül megyünk, de még vagyunk hálózva. Elég alaposan. Olyannyira, hogy a hálózatban lévő emberek látszólag közelebb vannak egymáshoz, mint amikor internet nélkül értek. Kíváncsi volnék, hogy most a jelenlévő közül, amikor vége az előadásnak, hányan mennek ki, és mindenki ki fog menni. Hányan veszik elő a telefont, és fognak leadni valamiféle jelzést, SMS-t, ki tudja mit, esetleg még a Facebookra is rámennek. Ezzel kibővül a környezetem. Persze. Az Ausztráliában élő unokahúgom. Érdekes. Ezt azt mondom el, édesanyám közeledett a 100. évéhez. Ausztráliában élő unokahúgom írt nekem egy levelet, nem postán, ugye a régi posta volt régen a gyors, most az e-mail pillanatokon belül itt van, hogy ő szeretné állni a 100. születésnapi összejövetel minden költségét. Én nem válaszoltam rá. Mert édesanyám akkor már kicsit gyöngélkedett, ki tudja mi lesz, és sejtettem, hogy nem válaszoltam. És amikor édesanyám éppen meghalt, egyik öcsém ott volt nála, elköszöntek, még élt. Abban az órában elkezdett Ausztráliában nyugtalankodni, 13.000 km távolságban. Elkezdett nyugtalankodni, és az interneten elkezdett Tihany környékén járni. Beírta a keresőbe a Tihanyt, nézegette a tihanyi apátságot, nézegette a tihanyi tájat, és úgy gondolt a nagymamára. Közel hozhat embereket a számítógép, de érdekes, nem a számítógép volt az, ami leadta neki a jelzést, hanem valami egészen más, megfoghatatlan. Valami teljesen megfoghatatlan. Kibővül a környezet. Közelebb vagyunk egymáshoz. Sokkal kevesebbet beszélünk. Manapság egy gyerekre, ha jól tudom, egy átlagos családban körülbelül 7 perc beszélgetési idő jut, nem több. Megváltozott életstílus. Nem ott a figyelmünk, ahol a testünk, hanem ahol a gondolataink. Az állandóan elérhető adatban és sokor kapcsolatok részesévé váltak egy teljesen új életstílusnak. Szoktak beszélni az úgynevezett Y generációról, amely már a számítógépen nőtt fel, amelynek a gondolkodásmódja, a reakció készsége egészen más, mint az én generációmé. Most teljesen fölösleges rajgatni, bezzeg a mi időnkben, akkor még volt a korcsolya után sült krumpli, meg meleg cserépkályha, aminek a hátamat neki dönthettem. Jó volt, szép volt, megváltozott a világ. Ebben a világban kellene mindenképpen emberi módon élni. Megváltozott. Lehet döcögni ezen is. Egyébként ez is ugyanúgy el tudja ütni az embert. Meg ugyanúgy el tudja ütni még a kamiont is. És ugyanaz lesz az eredménye, mint hogy egy korszerűbb. Tehát az embertől függ, hogy mi lesz vele. Nem a technikától. A technika az csak veszélyeket jelent. Felgyorsult világ, az információ tömegét és módját, az információkhoz való viszonyát az embernek magának kell meghatároznia. Felületesség kísértése,
egy olyan társadalom, amely állandóan információkat cserél, leszokik arról, hogy valami újat hozzon létre. Egyszerűen nem marad ideje rá. Sokkal kevésbé lesz kreatív, mert mindent előre gyártva készen megkap. De hát az űrzavar ugyanolyan. Kérjük, megnézni az én égvasztalat. Van ezen, ha jól látom, a jobb felső sarokban egy Tanzániából származó kis ébenfa szobor. Van egy kis digitális fényképezőgép a szobor előtt. Ott van az autónak a kulcsa. Úgy látszik, hogy éppen ekkor jöhettem meg Ausztriából, és még nem tettem el a pénzt, és a pénztárca is elő van, és nagy összevisszaság. Ebben az összevisszaságban kellene valamiféle rendet teremteni, ebben kellene nekem megtalálnom saját magamat. De hát örülök, hogyha megtalálom éppen a szemcseppet, amire szükség van, itt van éppen az asztal közepén. Jó, hogy látom. Most már tudom, hogy hol. Aha. És sokan így vannak. Megnézi? Aha. Ott van. A csodát van. A képernyőn van. Ott. De hogy a valóságban hol van, azt aztán én kereshetem. És ez olyan dolog, kedves barátaim, igenis, tessék elgondolkodni rajta. Amit a képernyőn látok, az a képernyőn van, és az nem a valóság. A képernyő sok mindenre figyelmeztethet, de nem cserélhetem föl a valósággal. Az életem valahol máshogy van, nem a képernyőn. Jobb lesz minden a technika által. Meg kell fontolni, mi az, amire valóban szükségünk van. Le kell cserélni ezt a telefont mindenképpen, mert van már jobb. Nekem jó ez is. Jó. De tényleg van jobb. De ennek sem használom ki a felét. Vannak, akik azt hiszik, hogy a digitális eszközök segítségével kompenzálni tudják a hiányosságaikat. Mi a valóság? A számítógépet nem használjuk. Sokszor úgy, hogy a számítógép használ minket, a számítógép befolyásol bennünket, kell nekem reggel azonnal bekopcsolni a számítógépet? Szemben ebben azt mondja a regulában, hogy az esti imádság a konfetóri után senki ne beszéljen. Valaki, egy angol barátom, egy idős bencés atya mondta, ő ezt úgy így fordítaná le mai nyelvre, hogy konfetórium után senki ne Facebookozzon és ne e-mailezzen, hanem kapcsolja ki a számítógépet. A számítógépek összegyűjthető információkat továbbítanak róla. Itt van egy olyan téma, amiről beszéltünk, ami egyébként kegyetlen, kemény valóság. Összegyűjthető és összegyűjtött információ. Itt van a kezemben, azt gondolom, hogy ez az én kezemben van, de ami az én kezemben van, az azonnal ott van másod. Amit én beszéltem ezen, azt valahol nyomon követik, nyomon követhető, ha úgy gondolják, nyomon is követik. Valamikor föltettem a kérdést egy szakembernek, aki a titkos szolgálatokkal foglalkozott. Arra volnék én kíváncsi, hogy vajon az a dosszié, ami a 70-es, 80-as években rólam készült és hízott, az folytatódik-e? Az gyűjtik-e még tovább? Szóval légy nyugodt, gyűjtenek csak másút. Légy nyugodt, gyűjtenek csak másút. És még akkor is, hogyha megnézem fontosnak magamat. A legegyszerűbb
ember telefonját is. És ki vagyok szolgáltatva. Az egészségemet ellenőrzés rögzítő készülék információihoz hozzájuthatnak például gyógyszergyárak. Mindenféle digitális szerkezeteket kínálnak ma már, amelyek ugye, számítógépre kapcsolódnak, és természetesen tudni fogják, hogy mi az, ami engem érdekel. Ahogyan a számítógépen való keresésem gyakoriságából is készül egy gyűjtemény, aminek a következtében megkapom ugye a reklámokat, mozgásomat, helyváltoztatásomat követhetik biztonsági szolgálatok. Most ne gondolja senki, hogy üldözési mániában paranoiás vagyok, ugyanúgy élem az életemet tovább is, csak néha nem árt tudatosítani, hogy a technika fejlettsége következtében sokkal inkább kiszolgáltatottá válunk, mert be vagyunk hálózva. És a hálózatra való kapcsolást én magam idéztem elő, azzal, amikor úgy döntöttem, hogy igenis, én ezt az eszközt használni fogom. Ebből nem az következik, hogy ne használjuk az eszközt. Az következik belőle, egy picit tudatosan nézzünk szembe a világgal. Fizikai távolságtartás az eszközöktől. Nem kell mindig mindent magammal vinni. Jaj, még nem találták ki azt a fürdőt, mert ezért kitalálták, amiben bele lehet tenni a mobiltelefont. Biztos, hogy ki fogják találni. Ha nem találták ki, akkor ez el fog hírlenni, mert esetleg valahol leadják ezt az előadást, és ha még nem jutott eszébe senkinek, akkor függetlenül attól, hogy ez az én szabadalmam lenne, amiből szépen újjáépíthetném még egyszer a tihanyi apátságot, ez a szabadalom elhúzott, meg fogják csinálni a mobiltelefont biztonsággal megtartó fürdő nadrágot, bikinit és mindent. Szellemi tudatosság és jelenlét. Elembertelenedünk. Törődünk az eszközökkel. Hű, mennyi mindent. Mennyi időt látom. Nem törődünk az emberekkel. Úgyis kapcsolatban vagyok vele, küldök majd neki egy SMS-t. Ezen ki van fizetve. Egy mosolyjal sokkal inkább ki lenne fizetve, mint egy SMS-sel. Egy igazi látogatással sokkal inkább ki lenne fizetve. Egy ilyen telefonnak az árából nem is tudom én hányszor lehetne meglátogatni a rokonainkat, akikkel egyébként csak ezen keresztül vagyunk kapcsolatban, és esetleg másra nem is használom. És nem törődünk saját személyiségünkkel. Valamiféle furcsa elsivárosodás lesz az eredménye ennek. Öntudat. Minél több a technika, annál kevesebb időt fordítunk az emberre, magára. Bele kellene nézni a tükörbe. De tényleg. És nem egyszerűen a képernyőbe. Magába a tükörbe. Vagy félre kellene tenni a tükröt is, le kellene ülni teljesen nyugodtan saját magunkba, és hallgatni kellene, hogy bennünk mi szólal meg. Ez, ami bennünk megszólal, az legalább olyan fontos, sőt, fontosabb, mint amit kívülről mondanak nekünk. Fel kell nőnünk, és fel kell néznünk mindenképpen. Önvizsgálat. Mennyire veszélyezteti ez a behálózottság az egész személyiségünket, testi, lelki, szellemi környezetünket. És akkor
mondhatok még. Annyit, kedves barátaim, hogy ne féljünk. Ne féljünk a technikától, hanem használjuk bátran, és merjünk saját magunk lenni. Ne próbáljuk mindenképpen a másikat utánozni, ne irigykedjünk rá, hogy neki van, nekem nincs, mert egész biztos, hogy mindenkinek van olyan, ami a másiknak nincs. Az énjét senki föl nem cserélheti a másikkal. És az életét senki föl nem cserélheti a másikkal. Ezt az egy életemet kellene minden behálózottságom ellenére, amennyire csak lehet függetlenül, és a lelkiismeretem szavára hallgatva megélnem és leélnem. Köszönöm a türelmet.